A kiberbiztonság alapjai tantárgy folytatásában egy picit arról fogunk beszélni, hogy mit is jelent a gyakorlatban az információ biztonsága szervezeteknél. Áttekintettük ugye azokat az alapokat, amikbe lehet kapaszkodni, és említettem, hogy amikor egy szervezeten belül információ biztonságot szeretnénk megvalósítani, akkor jellemzően a fizikai, a logikai és az adminisztratív biztonsági megoldásokat kell létrehozni. Az emberek fejében az információ biztonság általában a logikai, azaz az informatikai biztonsági tevékenységeknél ragad meg. A legtöbben úgy képzeljük el az információ biztonság megvalósítását, hogy amivel találkozunk, és a legtöbb esetben, hogy van egy jó tűzfal valahol a hálózaton, vannak végpontvédelmi megoldások, esetleg van valamilyen autentikációs, jó esetben erős autentikációs megoldás, amiben lehet kapaszkodni, amit meg tudunk valósítani. az információ biztonsági felelős és az információ biztonsági tevékenység Teladatköre azért lényegesen tágabb bennél. Az információ biztonságot általában egy rendszerben gondoljuk el, ennek a neve információ Biztonság irányítási rendszer, magyarul IBIR-nek szoktuk rövidíteni az angol szakterminológia, pedig ISMS-nek, Information Security Management Systemnek szokta levezni azt a folyamatot, melynek során egy nagyon komplex gondolkodást tudunk kivetíteni a szervezetünkre. Ebben a komplex gondolkodásban pedig tényleg minden benne van, viszont a kérdés az az, hogy hogyan is induljunk el annak, amikor egy információ biztonsági irát és rendszert szeretnénk megvalósítani. Erre szolgálnak a különböző szabványok és jogszabályok, melyek egyfajta támpontot adnak arra, hogy a világ hogyan gondolkodik ennek az ISMS-nek a megvalósításáról. Erre a gondolatkörre, mint említettem, számos szabvány és jogszabály épült, mégis Magyarországon a leggyakrabban a következőkkel szoktunk találkozni. Ami talán a legismertebb és mint ilyen a legbevettebb is, az ISO 27000-es szabványcsalád, melynek a tanúsítási rendszere az ISO 27001 szabványban, a részletei az az, hogy mit is kell tulajdonképpen megvalósítani egy asms ben pedig az ISO 27002 szabványban van leírva, ez a szabványcsalád viszont számos más elemet is tartalmaz. Magyarországon gyakran szoktam még találkozni az információbiztonsági törvényjel, a 2013. évi 50 számú törvényjel és annak végrehajtási rendeletével, a 41 per 2015-ös BM rendelettel. Itt hozzá kell tennem, hogy a videó rögzítésének az idején mind a jogszabály, mind pedig a végrehajtási rendeletnek a felülvizsgálata történik éppen, tehát hogy lehet, mire visszanézik ezt a videót, addigra megy új jogszabályról és egy új végrehajtási rendeletről kell, rendeletről kell beszélni, de ezeket nyilván a későbbiekben fel fogom dolgozni. Ez a jogszabály, illetve ez a végrehajtási rendelet egyrészt magában foglalja az ISO 27000-es alapokat, másrészt pedig nagyon erősen támaszkodik az Egyesült Államok által használt szabványra az NIST, a National Institute of Standards and Technology nevű szabványosító szervezet által kiadott NIST SP 853-as számú szabványra. A NIST SP853 szabványnak egy régi változatát, a négyes revízióját használja a 41 per 2015-ös BM rendelet. Ezt már nagyon régen felülírták, és a videó rögzítésének időpontjában úgy néz ki, hogy az új szabályozás a NIST SP853 Revision 5, tehát az 5-ös revízióra fog majd épülni, tehát egy érdemi váltás várható 2024-ben. Ez a szabvány pedig nem csak Magyarországon nyilván, hanem az Egyesült Államok közigazgatásában is nagyon gyakran használatos, és mint ilyen egy nagyon széles körű áttekintést ad arról, hogy egy szervezetnek mit is kell megvalósítania. Ennek megfelelően, amikor azon gondolkodunk, hogy hogyan, milyen módon kéne a szabványokra építeni, akkor Magyarországon jellemzően vagy az ISO 27000-es, vagy pedig a, a nistesz sp 853 asban szoktak gondolkodni. Viszont van egy olyan keretrendszer, ami sokkal szélesebb, körben magasabb szinten, próbálja meg összefoglalni, hogy hogy is találkozik egy szervezet az információbiztonsággal, logikai, fizikai, adminisztratív védelmi követelményekkel, és a kiberbiztonsággal, amikor is nem csak a saját szervezetét, hanem azt a kiberbiztonsági környezetet is figyelembe kell venni, ami óvodatlanul hat a szervezet működésére. Ezt a keretrendszert úgy hívják, hogy NIST Cybersecurity Framework, 2019-ben került kiadásra az 1.1-es változata, és annak érdekében, hogy egy tág perspektívát lássunk arra vonatkozóan, hogy hogy is kell egyszerre foglalkozni a kiberbiztonsággal, ami kívülről jön, és az információbiztonsággal, ami a szervezet információs vagyontárgyának védelmére vonatkozik, ezt a keretrendszert szeretném ismertetni. A keretrendszer öt nagy e, olyan területet állapít meg, olyan funkciót állapít meg, Melynek megvalósítására mindenképpen gondolni kell, amikor információbiztonságot valósítunk meg egy szervezeten belül. Ennek az öt nagy funkciónak az első része, ez az azonosítás, angol szapszóval az identity, mely azonosításnak az a feladata, hogy azokat a kiberbiztonsági és információbiztonsági kockázatokat, melyekre majd valamilyen megoldást kell találnunk, ezeket időben észrelni tudjuk és tudjunk vele tervezni a későbbiekben. Az első az identity szakaszban, Egészen pontosan a következő tevékenységeket kell megvalósítani. Az elsőnek a neve az, hogy Asset Management. Mit is jelent az Asset Management? Magyarul adatvagyon leltárnak szoktuk ezt felsorolni, és valójában arról szól a feladat, hogy ismerjük meg, milyen információs vagyonunk, milyen adatvagyonunk áll rendelkezésre a szervezeten belül, mi a védendő információ, illetve mik azok a védendő adatok, melyek az információ alapjául szolgálnak hozzákapcsolva, kapcsolva, hogy nyilván ezeket az adatokat valamilyen infrastruktúrán szokták általában e, tárolni. Következő. Business environment, az üzleti környezet. Az üzleti környezet felderítésének a cél, ugye mint egyfajta kiberbiztonsági tevékenység, arról szól, hogy ismerjük meg, hogy az az üzleti környezet, melyet az információbiztonság egyébként kiszolgál, hogyan épül fel, mik a szervezetnek az információbiztonsághoz kapcsolódó üzleti céljai, azaz hogyan tud az információbiztonság nem csak egy kiszolgáló, hanem adott esetben egy értékteremtő tevékenységé is válni. Az azonosításon belül a következő terület a governance, azaz az irányítás. Egy szervezetet általában irányítani szoktak, magas szinten megmondják azt, hogy milyen irányba megyünk előre, és ez nincsen másképpen az információbiztonsággal sem. Az információbiztonság irányítása is megszabja azokat a stratégiai irányokat, melyeket az információbiztonságon belül meg kell valósítani. Ez nagyban különbözik a menedzsmenttől, a vezetéstől. A menedzsment ugye a napi szintű operatív tevékenységnek a vezetését jelenti, és mint ilyen nem egy stratégia, én nem sokkal inkább egy operatív tevékenységnek minősül. A következő területünk a kockázat felmérés illetve a kockázat management stratégiájának az összeállítása. A kockázat kezelés, illetve a kockázat management azért a nagyon fontos terület, mert tulajdonképpen minden olyan információbiztonsági tevékenységet, amivel, amit megvalósítunk a szervezeten belül, kockázatokhoz mérjük a kockázatokról, már beszéltünk és fogunk is még beszélni, a kockázat azt mutatja meg, hogy az azonosított vagyontárgyakra milyen fenyegetések vonatkoznak a fenyegetésekhez kapcsolódóan, milyen sebezhetőségek kapcsolódhatóak a rendszerhez, illetve ezeknek a fenyegetéseknek mekkora a bekövetkezési valószínűségek és a várható kármértékük. Ezekhez szabjuk hozzá azokat a tevékenységeket, amivel megpróbáljuk majd a védelmet megvalósítani. A következő területünk a Supply Chain Risk Management, azaz az ellátási láncokból eredő kockázatoknak a felmérése. Ez egy viszonylag új gondolatmenet az információbiztonság területén, tekintettel arra, hogy korábbiakban az ellátási láncokra, azaz a beszállítókra, és itt nem csak közvetlenül az informatikai beszállítókra kell gondolni, hanem például a felhőszolgáltatókra, egész egyszerűen nem fordítottunk különösebb figyelmet. Viszont azzal, hogy a 2010-es évek közepétől az ellátási láncainkat egyre jobban elkezdték támadni, és egyre kitettebbek vagyunk az informatikának is, ez egy külön, nagyon fontos feladattá vált az információ biztonság megvalósítása folyamán. Következő területünk a védelem, a Protect. Ezt, hogyha visszaemlékeznek a korábbi előadásokra, oda tudnám tenni, hogy az védelmi intézkedéseket amellett, hogy fizikai, logikai és adminisztratív tevékenységi körbe soroljuk, emellett még preventív, detektív és korrektív védelmi intézkedések közé is beszoktuk sorolni. Preventív, azaz megelőző védelmi intézkedés, mindazon védelmi intézkedéseknek a köre, melyek segítenek egy incidens bekövetkezését meggátolni, azaz lecsökkentik a bekövetkezésnek a valószínűségét. A, az NIST-nek a Cybersecurity Framework-jében szintén számos olyan védelmi intézkedés van, amelyek megelőzőek, és szerintem ezek a jellemzően logikai védelmi intézkedések azok, amit a legtöbben az információbiztonság körébe szoktak sorolni. Melyek ezek? Először is az Identity Management and Access Control, amit identitás menedzsmentnek, identitás kezelésnek, azonosság kezelésnek, illetve hozzáférés kontrollnak, hozzáférés vezérlésnek szoktak magyarra fordítani. Ez egy nagyon sokfajta magyar fordítással bíró fogalom, Mindenki dönts el, hogy melyik a legszimpatikusabb, nyilvánvalóan a jogszabályban meghatározott fordítást tudnám javasolni. Ez voltaképpen az a tevékenység, melynek során egy felhasználót elnevezünk, kap egy azonosságot, például egy felhasználónevet, megvalósítjuk ezek alapján a hozzáférés vezérdését, azaz megmondjuk azt, hogy milyen módon tud hozzáférni a rendszerekhez, milyen hozzáférési jogosultsága van, illetve ehhez kapcsolódik az autentikáció azaz meghatározunk azt, hogy milyen módon tudja bizonyítani önön valódiságát egy jelszóval, vagy valamilyen biometrikus azonosítóval például. A következő területünk, ez az awareness és a training, a biztonság, tudatosság és az oktatás, ami egy klasszikus adminisztratív védelmi intézkedés, ami arról szól, hogy a felhasználóinkat oktatni kell, a felhasználóknak el kell mondani, hogy milyen információs kiberbiztonsági fenyegetések vannak, illetve milyen szabályok szerint kell Eljárniuk, ha rendszerükön belül, mit kell betartaniuk. A tréning pedig arról szól, hogy azok, akik felelősséggel bírnak az információ biztonsággal, például az IT üzemeltetők megkapják a szükséges és elégséges tudást ahhoz, hogy rendszeréket biztonságosan tudják üzemeltetni. Következő az adatbiztonságnak a kérdése. Adatbiztonság megint csak egy nagyon tág terület, és példaképpen ide tudnám hozni a kriptográfiát, a titkosítást, melynek során határozottan az a célunk, hogy a nálunk tárolt adatokat a lehető legjobban tudjuk biztonságban tudni. Ebbe a körbe tartozik még az Information Protection Processes and Procedures nevű adminisztratív eljárás, mely az információbiztonság üzemeltetési, működtetési folyamatainak a kialakításáról szól, azaz az azon tevékenységek körének a meghatározása, melyek alapján tulajdonképpen az egész információbiztonsági irányítási rendszer működik. Maintenance, azaz üzemeltetés. Ez azokat a tevékenységeket mozza magában, mint például a frissítések, illetve a konfiguráció Melynek segítségével az információ biztonságot alkotó rendszerek, illetve az azon túlmutató rendszerek is frissek lesznek, azaz nem kell szembesülniük azokkal a sebezhetőségekkel, melyek a veszélyes kibertérből bármikor érkezhetnek. Protektív technológia, azaz a védelmi technológiák, megint csak egy nagyon tág kör, az információ biztonság azon tevékenységét fedi le, és azokat a tevékenységeket, megoldásokat fedi le, amelyekkel arról az előadás elején már beszéltem, például a tűzfalak, például a végpontvédelmi rendszerek megoldása, azaz a technológia megvalósítása, mely a mai világban tényleg nagyon tág kört tudhat lefedni. A következő nagy funkció, amire itt gondolni kell, a detect, azaz az észlelésnek a funkciója, hogy a Predeco-elv alapján a preventív detektív az észlelő kontrollokról van szó. Az észlelő kontrollokban pedig először is az anomáliák és az események animalizált events-ről kell megemlékezni, azaz föl kell derítenünk, hogy mik a rendszerben azok az anomáliák, amik potenciálisan információbiztonsági incidenshez vezethetnek, és azonosítanunk kell azokat a biztonsági eseményeket, melyek az incidenseknek, tehát a nem kívánt biztonság az alapjait fedik le. A következő feladat itt a Security Continuous Monitoring, azaz a biztonság folyamatos monitorozása ellenőrzése, és azokat a tevékenységeket kell ideérteni, melynek során a rendszerből, az infrastruktúrából érkező elemeket, eseményeket gyűjtjük, elemezzük, és az előző pontban említett anomáliákat és eseményeket képesek vagyunk időben, korai módon észlelni. A következő feladat pedig a Detection Processes azaz az, az azonosítási folyamatok, melynek során az incidenseket, tehát azokat a biztonsági eseményeket, melyek nem kívánt negatív hatást okoznak a rendszerünkön belül, ezeket képesek vagyunk észlelni és elindítani a következő nagy funkciót, amely a válaszadásról, azaz a respondról szól. Válaszadás. Az információ biztonságban sajnos 100%-os biztonságot nem tudunk megvalósítani, nem is ez a célunk. Mint ahogy nem is tudjuk az összes bekövetkező incidenst kivédeni, sajnálatos módon incidensek jellemzően bekövetkeznek, ezeket pedig valamilyen módon kezelni kell. Arra kell fölkészülnünk, hogy a biztonság valamilyen időközönként ki fog fordulni az ideális keretből, és a célunk az az, hogy a lehető leghamarabb visszaállítsuk az ideális működést. A response tehát a fő feladatunk a response planning, azaz az a válaszadásnak a megtervezése. Hogyan tudunk válaszokat adni az incidensekre, melyek mondjuk csak kisebb fennforgásokat okoznak, és hogyan tudunk válaszokat adni azokra a nagyobb kiesésekre, melyek után például az üzleti funkciók nem ideálisan működnek, akár egy hosszabb időintervallumban is. Kommunikáció. Egy nagyon érdekes adminisztratív tevékenység, amire sokszor nem szoktak gondolni, az információbiztonsági területen holott, a kieséseket, a problémákat, ezeket kommunikálni is kell. Házon belül, szakmán belül, mármint a szakterületen belül, de akár kívülre is, hatóságokhoz, vagy akár a média felé is, egy egészen újszerű kihívás az információbiztonsági felelősök számára. Következő területünk az analysis, az elemzés. Amikor valami történik, akkor még első körben nem feltétlenül tudjuk biztosan, hogy mi történt, tehát feladatunkhoz tartozik annak az elemzésnek a végrehajtása, amelynek során meg tudjuk állapítani, hogy mekkora a baj, és mi is okozza tulajdonképpen ezt a bajt. Majd következik a mitigation, az elhárításnak a szakasza, melynek kapcsán a megállapítások szerint he, valamilyen módon utána megyünk a bekövetkezett incidensnek, és megpróbáljuk azt elhárítani, visszaállítani a rendszer ideális természetes működését. Végül ebben a körbe tartozik az improvements, a fejlesztéseknek a köre, hiszen amikor valami kizökkent az ideális működésből, az azt jelenti, hogy valami nem működött tökéletesen, tehát valamilyen módon gondolnunk kell arra, hogy a rendszerünkben fejleszünk valamit. Az információ biztonság rendszernek, az Information Security Management Systemnek az egyik legfontosabb feladata a folyamatos javítás, a continuous improvementnek a megvalósítása, hogy mindig a tanuljunk a negatív eseményekből, és fejlesszük a rendszerünket, építsünk bele olyan védelmi kontrollokat, melynek segítségével a rendszerünk jobb lesz. Egy-egy incidens azt jelenti, hogy a kockázatelemzésünket finomhangolni kell, a kockázatelemzésünk kapcsán pedig a védelmi rendszereket finomhangolni kell, tehát minden incidens alapvetően nem csak egy nehéz, negatív dolog, hanem egy lehetőség arra, tanuljunk is valamit. Végül az utolsó területünk a recover, a visszaállásnak a, a feladata. Recover, visszaállás, ami azt jelenti, hogy valami leállt. Ezt a leállást kell valahogy valamilyen módon visszahoznunk az élők sorába az információs rendszereinket, melynek során az első feladatunk a recovery planning, azaz a visszaállásnak a tervezése. Gondoljunk csak arra, hogyha például leég egy telephely, vagy mondok egy kevésbé nehéz ügyet, mondjuk a felhőszolgáltatunk valami miatt nem működik órákon vagy napokon keresztül, hogyan fogjuk tudni az üzlet menetet visszaállítani, ezt tervezni kell. A menedzsment az üzlet általában nem gondolkodik negatív forgatókönyvekben, Holott sajnos az élet arról szól, hogy negatív forgatókönyvek folyamatosan jönnek, ez a fajta tervezés abban fog segíteni, hogy meg tudjuk valósítani, be tudjuk ültetni a menedzsment fejébe is ezeket a, a, a negatív gondolatokat, és elkezdenek egy kicsit abban gondolkodni, mi történik akkor, amikor az élet nem ideális. Az improvements, a fejlesztések szintén, mint ahogy az előbb említettem, arról szól, hogy ha azon Megállapítások és azon tapasztalatok alapján, melyek a leállásokból, a kiesésekből ellednek, a lehető legjobban próbáljuk meg kialakítani azt a védelmi rendszert, melynél a leállások hatása minimalizálódik. És végül a kommunikáció tartozik ide, a leállásokat is, nem csak az incidenseket, hanem a leállásokat is kommunikálni kell, erről szól ez a vonatkozó tervezés. Nagyon magas szinten, tehát egy információbiztonsági áthidási rendszer erről szól, a következő előadásban szépen végigmegyünk azon, hogy mégis milyen részletes tevékenységeket kell megvalósítani. Ha tetszett ez az előadás, akkor iratkozzanak fel a csatornára, adjanak egy lájkot, like kommenteljenek, jelezzék azt, hogy mi az, amiben mélyebben is bele lehetne menni, és térjenek vissza a következő előadásra is, folytatjuk a témát. Köszönöm szépen a figyelmet!